Lakossági fórumot tartottak december 2-án este a Fiatalok Házában, melynek tárgya az aktuális nemzeti konzultáció és annak témája a szuverenitásvédelem volt. Fórumot megelőzően sajtótájékoztató keretén belül előbb Bálint Istváné polgármesterasszony köszöntötte a sajtó megjelent képviselőit, majd elevenítette fel a bicskei menekültközponttal kapcsolatos emlékeit. Nyilván tudják, hogy komoly harcosa voltam képviselő úrnak 2012-től a bicskei menekültáborban és az országunkban állandó menekültáradatnak a megfékezésében. Mindent megtettünk annak tekintetében, hogy aztán 2016. december 31-én ennek a menekültábornak a kapui bezáródjanak, és a bicskei fiatalok, elsősorban a hölgyek, a lányoknak ne kelljen azokat a vegzálásokat és atrocitásokat eltűrniük, elviselniük, amit az ide hozzánk menekültek betéve menekülteként érkező emberektől el kellett viselni és el kellett szenvedni. Nem volt egy könnyű élet akkor ez a város életében. Én nagyon szépen szeretném ezután is megköszönni képviselő úrnak, hogy akkor mindent megtett, hogy ma már ennek az objektumnak a kapujára, az akkori objektumnak a kapujára lakat kerüljön. Ez meg is történt, ahogy az előbb is mondtam, 2016. december 31-én, és van egy nagyon komoly fejlődés és előremutató növekedés zajlik ugyanezen a területen. Én abban bízom, hogy az a harc, az a nemzetünkért való küzdelem, amit folytatunk, az pontosan egy ilyen koronát fog majd egyszer kapni, mint hogy a bicskei menekültábor múltja és jelene is megkaphatta. Tesszeri Zoltán, országgyűlési képviselő, a nemzeti konzultáció mellett érvelt, és arra bátorított mindenkit, hogy töltse ki a kérdőívet. Bicskén, Gárdonyban és Martonvásáron tartottunk mi Pannonia szívében ilyen személyes konzultációt a szuverenitásunk védelme érdekében. Ez is jól tükrözi azt, hogy egy nagyon fontos témának érezzük. Véletlenül belejátszik az is, amit polgármester asszony elmondott, hiszen itt mi közel egy évtizede a saját bőrünkön tapasztaltuk azokat a változásokat, amelyek migráció tekintetében értek bennünket, érték a magyar embereket, és valóban mi motorjai lehetünk annak, hogy egy határozott kiállás legyen a migrációs folyamatoknak a megakasztása, a fékezése ellen. De mindig szükség volt arra, hogy a magyar embereknek a véleményével ezek a célok, ezek harmóniában legyenek. Erről szól a nemzeti konzultáció. Immáron ez a 16. téma, amely kapcsán Magyarország kormánya nemzeti konzultációt hirdetett. Én csak emlékeztetni szeretnék, hogy ez a párbeszéd, ez a mi politikai közösségünket egyértelműen jellemzi, hiszen talán még vannak olyanok, akik emlékeznek rá, hogy ellenzékben is igyekeztünk közvetlenül kapcsolatot tartani az emberekkel, akkor ezt nemzeti petíciónak hívtuk, amely kapcsán felkerestük nem csak Pannonia szívében, hanem Magyarország választóit, és megkérdeztük a véleményüket. Most is erről van szó. A migráció esetében is, hogyha nincsen népszavazás, hogyha nem tudunk erről beszélni, akkor nem juthatunk volna el odáig, ahol most tartunk, megvédve ezzel a nemzeti önállóságunkat. Ez a nemzeti konzultáció, ez most egy kicsit eltér a többitől, hiszen nem egyetlen vagy egy szűk témakörben, hanem szerteágazó témákban hirdettük meg. Talán 5 különböző csoportot is lehetne a kérdésekben találni, és ebből csak egyik a migráció. De minden kérdés csoport a nemzeti függetlenség, a nemzeti szabadságjogoknak a védelmével kapcsolatos. És az előadások általában arról szólnak, hogy ezeket a témaköröket ki tudjuk bontani, és úgy, ahogy már mondtam, hogy ez egy személyes konzultáció, itt lehetőség nyílik arra is, hogy kérdéseket tegyenek fel a megjelentek, mind az előadónak, mind pedig a sajtótájékoztató másik két résztvevőjének is.
Illés Boglárka, az Európai Ügyek Bizottságának tagja, szintén arra kért mindenkit, hogy szálljon pár percet a nemzeti konzultációk kitöltésére. Még ebben az évben terítéken lesz a migrációs paktumnak a kérdése, és terítéken lesz Ukrajna-Európai Unióhoz való csatlakozása. Nagyon fontos, hogy amikor miniszterelnök úr a kormányfők tanácskozásán ott ül az asztalnál, akkor el tudja mondani, hogy ő nem csak egy hangasok közül, hanem több millió ember mögötte áll. Az a tapasztalatunk a korábbi konzultációk során is, hogy több millióan töltötték ki ezeket a kérdőíveket. A magyar emberek érzik ezeknek a kérdéseknek a súlyát és a fontosságát. És az a tapasztalatunk képviselő úrra, hiszen ahogy említette, az Európai Ügyek Bizottságának is a tagjai vagyunk, hogy Európában is nagyon szívesen élnének egy ilyen lehetőséggel az Európai Unió más tagállamának az állampolgárai, hogyha elég bátrak lennének a kormányok ahhoz, hogy ott is ilyen vagy ehhez hasonló eszköz bevezessenek. Én például a hét elején Madridban jártam, és ott egy portugál képviselőnek lettem figyelmes a felszólalására, aki egyenesen neki szegezte az Európai Unió vezetőinek a kérdést, hogyha az illegális bevándorlást egy megfelelő megoldásnak tartják a munkaerőpiaci problémák kezelésére, akkor miért nem kezdeményeznek egy népszavazást? Miért nem kérdezik meg az embereket erről? A legnagyobb probléma az az, hogy a brüsszeli és a nyugat-európai elitek olyan jelentős mértékben eltávolodtak a választópolgáraiktól, hogy már-már a felhatalmazásukat sem szeretnék kérni, hiszen transznacionális listákat szeretnének bevezetni az európai parlamenti választások során is. És amikor egy ilyen kérdés elhangzik, akkor az a legkevesebb, hogy nem is válaszolnak. Tehát az, hogy ők napirendre sem tűznek akár egy konzultációt, akár népszavazást, de egy ilyen kérdésesen válaszolnak az ott ülő európai uniós vezetők. És mi éppen azért vagyunk itt, hogy azokról a kérdésekről, amelyeket megfogalmaztunk és amelyet feltettünk, a mélységében tudjunk beszélgetni, valamennyi kérdésre megpróbáljunk válaszolni, és ezeket jobban ki tudjuk fejteni, valamint hogyha vannak olyan további felmerülő kérdések, akár helyi, lokális kérdések, vagy adott esetben országos nemzetközi kérdések, akkor mi itt vagyunk, és a mi kapcsolattartásunk az folyamatos, azért, mert mi a magyar érdekeket úgy gondoljuk, csak akkor tudjuk képviselni, hogyha a magyar választópolgároktól is megkérdezzük a véleményüket és az igényeinket. És ahogy említettem, ez nem csak választásról választásra van, hiszen jövő évi választás az csak júniusban lesz, most pedig decembert írunk, hanem választások közben is. Ahogy képviselő is említette, ez már az ötödik fórum, ahol járok. Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sok kérdés felmerül, úgyhogy én abban bízom, hogy az advent előestéjétel el lehet így is mondani, egy nagyon nehéz kérdések mentén, de mégis bizakodásra okot adó fórummal tudjuk majd zárni. A sajtótájékoztatót követően lakossági fórumon tájékoztatták a megjelenteket az est szónokai.